Sziasztok, itt állunk a Poker Lounge-ban, a Budapest Poker Open 2009-en. Éppen most tudtuk meg, hogy Luigi is kiesett. Azt kérdezném, hogy hogyan történt? Hát elég hamar meggyengültem pár pekes partiban, és aztán utána tízes párral megbüntettem sokatszorra egy rendszeresen limpelő játékos, azt egy meglehetősen laza játékos, akcióhős Stevie megadta, és ez egy elég jó szituáció volt egy agresszív fiatal játékosnak, a kisfakon, aki nem először emelte erre a szituációra vissza, és mivel csak 4000-en volt, ezért a tízes párt azt túl erősnek tartottam ahhoz, hogy ezt itt eldobjam, még akkor is, ha sejtettem, hogy a fiatal gyerek valószínűleg a szokásosnál egy kicsit erősebb lehet, mivel nem először csinálta. Sajnos bekerült ugye a zsetonom, és királypárt mutatott, és bár jött a tízes a flopra, ott volt egy király is, úgyhogy nem sok esélyem volt. És hogyan kerültél idáig? Tehát hogy ilyen kevés zsetonod maradt idáig? Tehát nem is telt el még a fele verseny, és mégis ilyen kevés maradt, az hogy történt? Igazából egy nagyobb parti volt ugyanezzel ellen, a srác ellen, amikor megint csak megbüntettem egy limpelőt, ő visszaemelt, és én királynyolc egyszínűvel viszonylag mély stackeknél megadtam pozícióból, hogy majd valamit kitalálok, igazából nem voltak pontos terveim, és a flopra egy ász és egy 8-es érkezett egy 7-essel, azt hiszem, és két pick volt lent, két pick, egy tref volt lent, igen, úgyhogy volt backdoor flush-ról második párom, ráadásul a srácnak a visszaemeléséből inkább, ha korrekt lap, akkor inkább párt következtettem, mint hogy ász lenne nála, hívott két utcán át megadtam, és riveren elcsekkeltük, és ász 10 offot mutatott. Nem tudom, valószínűleg nem így játszanám a partit, de... Utólag nézve, hogyha a riveren például ezt nem csekkelitek el, akkor megnyerhetted volna? Sajnos olyan river érkezett, ami teljesen eltért az addigi bortól, úgyhogy ha bluffbe szerettem volna változtatni a 8-as páromat, akkor az nem volt egy megfelelő helyzet. Fölkészültem arra, hogy esetleg ha nagyon, nagyon jó bluffkártya érkezik, akkor megpróbálom kiblöffölni, de igazából miután riveren csekkelt, jó esélyt éreztem rá, hogy jó lesz a 8-as párom és fölösleges blöffölnöm, ráadásul olyan kártya érkezett, ahol nem is blöffölhettem. Mi lett volna egy jó bluffkártya? Hát azt hiszem ász 8-7 bubi volt a flop. Hogyha leesik a flop flushról, nyilván ha csekkel behívom, ha esetleg királydáma párja van, vagy pedig ilyen ász 10 jellegű lapja, akkor azt valószínűleg eldobja, mivel nem nagyon tud másra tenni, mint flushdrawra. És hogyha érkezik egy 9-es, 10-es, valószínűleg azt is megjátszom. Meg nyilván, hogyha királyom vagy 8-asom érkezik, akkor pedig lejavulom. Az első válaszodban említetted, hogy Stevie volt az, aki megadta. Nekem ez a név jelenleg nem mond semmit, de azt feltételezem, hogy akkor az asztalnál ülőknek a legtöbbjét azért ismered már? Stevie-t ismertem, igen. Ő egy nagyon laza indulású játékos, nagyon, nagyon nagy játékkedvel. Közismert az online, az élő cash game körökben, illetve tornákon is már játszottunk egymás ellen. TV-s eventen is volt már, hogy egy asztalhoz kerültünk. Ő nagyon sok kártyával szeret flopot nézni, akármennyiért szinte. Értem. Akkor egy kicsit térjünk át a másik témára, hogy mit teszel ezután? Azon kívül, hogy hazamész pihenni, akármi, inni, stb. Mit csinálsz? Mi lesz a következő verseny? Vagy mik a terveid? Igazából ez a hét ez teljes egészében a BPO jegyében fog zajlani. Hol a közvetítésben fogok részt venni, hol pedig a versenyeken indulok el, a side eventeken. Ma pár perc múlva kezdődik egy Omaha 50.000 forintos freeze-out verseny. Valószínűleg nem bírom ki, és elindulok rajta. Illetve nagyon várom a holnapi High Rollers versenyt, ami No Limit Hold'emben lesz, és 550.000-es nevezési díjú lesz, illetve csütörtökön lesz még egy Omaha event, amit szintén várok, mert jó versenynek ígérkezik. Ezek mind egynapos versenyek, vagy ha több napos van köztük, akkor mindegyikre nem lesz időd? Nem, igazából ezek meglehetősen szűk induló számot jósolnak ezekre az eventekre, úgyhogy valószínűleg egynapos versenyek lesznek. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Én köszönöm. Szia.